reggeli füstjelek. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai napon Dávid királynak az életéből szeretnék egy kis mozzanatot a Szentírás lapjairól felolvasni, egész pontosan Sámuel második könyve 23. fejezetéből. Tudnunk kell azt, hogy Isten Dávidról a következőt jelenti ki, hogy ő az én szívem szerint való férfiú. Azért ez nem kis kijelentés, hiszen Dávidnak nagyon sok hibájáról olvasunk a Szentírásban, mégis azt mondja Isten, hogy ez az ember az én szívem szerint való férfiú volt. Hát ez a kis történet, amit most röviden fogunk elemezni, bizony erre világít rá, hogy mi a lényeges szempont az Isten szemei előtt. Hiszen Dávid is küzdött egy csomó olyan problémával, hibával, mint amilyennel mindannyian küzdünk. Isten erről jól tud. Viszont Dávidban voltak olyan dolgok, voltak olyan hozzáállások Istenhez, ami párját ritkította abban az időben is, a mai világban pedig azt mondhatom, hogy még inkább. Tudnunk kell azt, hogy a filiszteusokkal vívott háború az Dávid életében is sokszor előtérbe került, és bizony a filiszteusokkal vívott háború az azért is történhetett meg folyamatosan Izrael népe számára, mert bizony sajnos annak idején, amikor a honfoglalás volt, akkor belekényelmesedtek a már elfoglalt területek szépségébe, kényelmébe, és nem hajtották végre Istennek azt az utasítását, hogy az ő határuk az egészen nyugati irányba a nagy tengerig legyen. Ott maradtak a filiszteusok, és több más néppel együtt szinte állandóan tőr és tű volt az oldalukban, folyamatos volt a háborúság és a harc közöttük. És amikor Dávid egyszer egy sziklavárban volt, és körbe voltak kerítve, a következőt olvassuk Sámuel könyve 23. fejezetében, Sámuel második könyve 23. fejezetében. Dávid akkor a sziklavárban volt, a filiszteusok őrsége pedig Betlehemnél. Vizet kívánt pedig Dávid, és mondta, kicsoda hozna nékem vizet innom a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van. Akkor három vitéz keresztül tört a filiszteusok táborán, és merítettek vizet a betlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván vitték Dávidnak. Ő azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt az úrnak. Kedves hallgatók, mit olvasunk itt? Dávid itt van egy sziklavárban, valószínűleg már minden készletéből kifogyott, ő is és a serege is, viszont a kutat, ami ugye a Betlehemben volt, azt a filiszteusok lezárták, őrizték. És Dávid valószínűleg felsóhajtott, szinte meggondolatlanul, hogy ki az, aki hozna nekem esetleg inni ebből a kútból vizet. Szinte olyan, mintha nem is nagyon gondolta volna át, hogy mekkora kockázatot kér valakitől, aki ezt megtenné. De Dávidot nagyon szerették az emberei, és elmentek, és vizet hoztak neki a kútról. De minden bizonnyal Dávid, amíg távol volt ez a három ember, úgy átgondolta azt, hogy tulajdonképpen mit is kért, és milyen áron, és mire megérkeztek a vízzel, Dávid hitbeli elhatározásra jutott, és innen jön a lényeg. Tudjátok, kedves hallgatók, Isten nekünk 100%-os Istenünk. Nem 75, nem 85, hanem 100%-os Istenünk, de elvárja tőlünk, hogy mi 100%-ban bízzunk ő előtte, ő benne. És amikor Dávid megkapta a vizet, gondoljatok bele, hogy már itt a szájpadlásához oda volt ragadva valószínűleg a nyelve, akkor így megfogta a vizes korsót, és kiöntötte azt az Úrnak áldozatképpen. És az Isten ezeket a pillanatokat értékeli a legnagyobbra a hívő életében. Amikor semmit nem látunk magunk előtt, semmi reménységet, semmi pozitív hozadékot, de mi Istenben 19-re lapot kérünk, és az alsó lesz. Mert Isten biztosít minket arról, hogy ha mi jó dolgot és jelenbelileg 100%-os dolgot kérünk tőle, akkor ő minket meg fog segíteni, és alkalmas időben segítségül jön hozzánk. Mi is, ha kell,
Öntsük ki, jelképesen mondom, a magunk vizét az Úr előtt. Tárjuk ki a szívünket, mondjunk le dolgokról, hozzunk áldozatot az Úrért, az Úrnak, és az Úr meg fog minket segíteni, hogyha mi ezt tényleg hitben kérjük. És ezzel párhuzamosan szeretném megemlíteni Jézus Krisztusnak a nagy szomjúságát. Amikor a kereszten volt, Jézus felsóhajtott, hogy szomjúhozom. De ő nem csak fizikai víz után szomjúhozott, hanem a lelki vízért, az életvizéért is, a mi szeretetünkért is szomjúhozott. Bizony, kedves hallgatók, ő volt az egyetlen ember ezen a világon, akit abban az időben, amikor a kereszten volt, az Istennek el kellett, hogy hagyja. A mennyei atya nem segíthette őt meg akkor. Ott volt a kereszten, szomjúhozott, de ő senkit nem küldött el élete kockáztatásával vízért, hanem ő adta mindnyájunkért az ő életét. Ezért ezekkel a dolgokkal azért bánjunk nagyon nagy lelki fennköltséggel, mert ami megváltunk, nem csak fizikai értelemben szomjúhozott ott a vízért, hanem lelki értelemben is. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ezért szeressük az Urat mindenek felett, és ha kell, öntsük ki ő előtte a mi vízünket. Ő, akit valóban tudja, mi a szomjúság, be fogja tölteni a mi szükségleteinket, és be fogja tölteni a mi szomjúságunkat, és vizet, élő vizet fogunk tőle kapni. Hát gondolkozzunk el ezen egy kicsit a mai napon, és remélem egy kicsit megértettétek belőle azt, hogy Dávid miért volt Isten szíve szerint való férfiú. Hát ezért. Szervusztok!